És ahogy ígértem, itt van velünk Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke. Üdvözlöm. Jó estét kívánok. Hát a Mi Hazánk Mozgalom az elmúlt hónapokban ugye lezárás ellenes pártként híresült el, nyugodtan mondhatjuk ezt. Most a kormány nagyon szigorú korlátozásokat léptet életbe hétfőtől, ugyanis nagyon megnőttek az esetszámok. Önök továbbra is tartják azt a véleményüket, hogy nyitnának akár már hétfőtől? Igen, néhány olyan aspektusra rá kell, hogy világítson a Mi Hazánk Mozgalom, amelyről mások nem nagyon beszélnek. Még Karácsony Gergely is azt mondta ugye most, hogy Orbán Viktor az egyetlen helyes megoldást választotta. Szerintünk azonban létezik más megoldás, sokkal szimpatikusabb számunkra. Például azok a kormányzati óriás plakátok, amelyek azt hirdetik ugye, hogy újraindítjuk a gazdaságot, csak ez nem felel meg a valóságnak, mert most épp, hogy lezárják a magyar gazdaságot soha nem látott mértékben. Sajnos a nemzeti konzultáció is egy kicsit ilyen szemfényvesztés, hiszen az a nyitásról szól, a hírek is arról szóltak, hogy majd most nyitni fognak, most már arról kellene beszélni, hogy hogyan nyissunk, ehhez képest csak lezárások történnek a következő hetek. Ebben ezeket kell, hogy elszenvedjük. De tehát... bocsánat, kedves képviselő úr, elnézést, hogy megszakítom, de most tegye a szívére a kezét. Most játszunk el a gondolattal, hogy ön lenne Magyarország miniszterelnöke. Ön vállalná a felelősséget azért, hogy kinyitja az országot, és ez közben emberéletek ezreibe kerül? Hát a Mi Hazánk Mozgalom miniszterelnök jelöltje Torockai László, de vele egyetértésben is mondhatom. Vele egyetértésben is mondhatom, hogy a Mi Hazánk Mozgalom igen szeretné rávilágítani a figyelmet olyan aspektusokra, amelyekről nem beszélnek. Tehát mi is természetesen figyeljük a számokat, sőt én magam is egyébként részt veszek Covid szűrőállomásokon rendszeresen önkéntesként a védelmi munkában. Azonban látom azt is, hogy például ezekkel a szűrőbuszok normális esetben különböző mondjuk nőgyógyászati szűrővizsgálatokat kellene, hogy végezzenek. Nem beszél senki arról, hogy milyen szűrő vagy kontrollvizsgálatok maradnak el, milyen halasztott műtétek vannak, és emiatt akár később vagy más megbetegedések miatt hány haláleset lesz. De maradjunk az alapkérdésnél. Tehát ez egy nulla összegű játszma, azért ez jól lejátszik. Hogyha az ember nyit, akkor megnövekednek a fertőzések. Ha bezár, akkor az emberek elvesztik a munkahelyüket. Számomra úgy tűnik, hogy a Mi Hazánknak fontosabb az egzisztenciális kérdés, mint az emberélet. Tehát amit ők kommunikálnak, az erről szól. Nem egészen. Tehát egyrészt volt ennyi fertőzött novemberben is, akkor ráadásul nem volt még védőoltás. Napi 6200-nál is több most a fertőzött. De voltak ilyen számok, sőt volt, hogy egymás követő napon is több fertőzött volt. Ennek ellenére nem voltak ilyen lezárások, és akkor nem voltak védőoltások. De ő vállalna a felelősséget? Mi a felelősséget a programunkért vállaljuk, és igen, azt gondoljuk, hogy egyrészt nem lehet ilyen röviden a napi számokat nézni csak. Ez a baj a politikával, hogy ott legfeljebb 4 évre terveznek, most úgy tűnik, hogy inkább csak ilyen napi számadatokban gondolkoznak, és nincs stratégiai gondolkozás. Tehát egyrészt nézzük meg, hogy hányan fognak meghalni az előbb említett szűrővizsgálatok, kontrollvizsgálatok elmaradása a halasztott műtétek miatt. Beszéljünk arról, hogy mondjuk a mindennapos testnevelés helyett, ma már sok helyen lassan egy éve nincsen testnevelés, gyermekeimnél is tapasztalom ezt, 4 gyermekes apaként, és tudjuk jó, hogy a bezárt uszodák, az, hogy nem lehet elmenni focizni, sorolhatnánk. Emiatt igenis milyen egészségkárosodást szenvednek azok, akik mindennapos testnevelés helyett az elhízás, ami eddig is népbetegség volt Magyarországon. Milyen egészségkárosodást szenvednek akkor, ha kinyitnak mindent és megbetegszenek? Nem, ez a rövid távú felfogás. Azt gondolom, hogy van hosszú távú szempontrendszer is, hogy megnézzük, hogy mennyien fognak akár rövidebb életet élni. Azon kívül mennyit ér az élet kultúra nélkül? Ki mondja ezt meg? Tehát nem csak az élet számít, az élet minőség is számít, az egészségben eltöltött évek is számítanak. Ugye eddig is Magyarország élen járt sajnos a szív- és érrendszeri betegségekben, ezt mind fokozni a Covid fogjuk. Ezt még fokozza gyakorlatilag. Hát, én azt gondolom, hogy beszélni kell arról is, hogy milyen életet élünk, mennyit ér az élet kultúra nélkül, mennyit ér egy időseknek az élete úgy, hogy nem láthatják az unokáikat, nem találkozhatnak a gyermekeikkel, az, hogy bezárva kell leéljék akár utolsó éveiket. Én azt gondolom, hogy erről is beszélni kellene. Az, hogy milyen gigantikus kiadások vannak a lezárások miatt, ami nagyon hiányzik például az egészségügyből. Csak ezeket nem merik senki, mi a fontosabb, azt gondolom, ezeket az a kérdéseket feltenni. Az ember élet fontos, de azt gondolom, hogy demagógia, ha csak azt nézzük, hogy napi szinten mennyi az elhalálozások száma, és nem nézzük azt, hogy mennyien fognak mondjuk akár évekkel kevesebbet élni, amiatt, hogy már most egy éven keresztül mondjuk nem, hogy mindennapos testnevelésük nincs, de uszodába sem jutnak el hónapokon keresztül. Képviselő, én még abban egyet is értek önnel, hogy fontos lenne visszatérni a régi életünkhöz, csak hát kérdés, hogy milyen áron, de kérdezzük meg Szabó Bencét, hogy neki milyen kérdése van. Bence, itt vagy velünk.
itt vagy velünk, erre nézek, bocsánat. Tehát Bence, milyen kérdésed van Novák Előtthöz? Hát egyértelműen látszik, hogy a két fél között azért érezhető az újranyitás kapcsán ez az ellentét. Ugye két kérdésem lenne. Az első arra vonatkozna, hogy Toroczkai úr ugye nemrég jelentette be, vagyis belebegtette, hogy tüntetést szeretne szervezni március 15-ére. Egyrészt, hogy mi a konkrét céljuk ezzel, és mennyire gondolják azt, hogy ezt sikert tud hozni, vagy az embereknek mit tud adni ez? Bence, nem akarlak megszakítani, de lehet, hogy erre az egy kérdésre lesz időnk, úgyhogy akkor a kérdés jó. Köszönöm a kérdést és a témafelvetést. Valóban március 15-én tavaly sem ünnepelhettünk. Milyen élményt, mit tudunk adni az embereknek? Egy közösségi élményt is tudunk adni. Az is kell, azt gondolom, ha már beszéltünk arról, hogy mennyit ér az élet, mondjuk kultúra nélkül, mennyit ér közösségi élmények nélkül, fontos az igen, hogy találkozzunk. Közterületen szerintem az, hogy egy irányba sétálunk a Vigadó térről, a Vigadó téri kaszinó elől a parlamenthez, és nem pedig szembe és szanaszét, emiatt nem hiszem, hogy nagyobb járványveszély lenne, de igenis célunk az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy például egy járvány szolidaritási adóra szükség volna, például a kaszinók, de a techóriások, bankok részéről nagyon is. Nagyon kevés idő maradt. Bence, köszönjük szépen, hogy itt voltál és kérdeztél. Egy nagyon fontos témánk a jobbikos füstgránát. Ugye az van rajta, hogy 2018-as a szavatosság ideje. Ön akkor még tagja volt a Jobbiknak, legalábbis az első félében. Ki vitte be ezt a füstgránátot oda? Ön biztos tudja. Hát sajnos nem, én azt gondolom, hogy az utóbbi időben látszik az, hogy egy olyan útra tért a Jobbik, amely az elvi szakmai politizálás helyett inkább egy szemfényvesztésre helyezi a hangsúlyt. A balliberális Népfront tagjaként egymásra licitálnak, hogy ki tudja hangosabban, látványosabban szidni Orbán Viktort, maga a jelszavuk, az elvtelen összefogásukat bemutató jelszavuk is egy trágárság. Tehát versenyeznek abban, hogy ki a látványosabb. Ennek képezheti elemét egy most előkészített akcióban, amiről a korábbi Jobbikban azért azt gondolom, idáig nem mehettünk el, hogy de azért parlamentbe bevigyünk. Hát volt egy Zagyvagyőr Gyula, aki szamurájkardot vitt be 2011-ben a parlamentbe. Akkor azzal kívánta szemléltetni azt gondolom a cigánybűnözés kérdéskörét. Ő a szemléltetés volt? Hát én most arra konkrét performance-ra már nem emlékszem, de általában igen. Itt van a kedves nézőket, ismét meg tudjuk mutatni. Én azt gondolom, hogy szükség lehet, csak ne lépjünk túl egy határt. Tehát azt mondjuk egy műemlék parlamentet veszélyeztessük, annak már az szerintem nincsen helye. Tehát az, hogyha markáns arculatot kíván felvenni egy párt, annak lehet helye, de nem attól lesz markáns, hogy ilyen eszközökhöz nyúl, hanem attól, hogy képvisel például valamit. De a Jobbik az mindent és az ellenkezőjét is képes képviselni, azaz nem képvisel semmit. Egy szintelen, szaktalan, karakterét vesztett pártá válik, és vált. Schneider Tamással, az ő vezetésével a párt politikai kiherélése történt meg, most pedig úgy tűnik, hogy a párt politikai körülmetélése is megtörténik Jakab Péter vezetésével. Nem így kell karakteres pártá válni. Sajnos lejárt az időnk, Novák Erődnek köszönöm szépen.